Rácz Péter Bélát kérdezem a kormányhivatal által szervezett adománygyűjtéssel kapcsolatban. Milyen családok fogják megkapni az adományokat, illetve mit lehet tudni az adománygyűjtésről? A Jászlik-Kun-Szolnok megyei kormányhivatal, illetve a 9 járási hivatala több évre visszamenőleg szervezi ezeket az adománygyűjtéseket, amelynek az a célja, hogy minden járásban bizonyos számú rászoruló családot keresünk föl, és az ő részükre adjuk át ezeket az adományokat. Ezek az adományok általában a kormányhivatal, illetve a járási hivatalok dolgozói által összegyűjtött tartós élelmiszerek, gyermekjátékok, gyermekkönyvek, illetve pénzadományok is érkeztek be, és ezekből burgonya, hagyma, illetve alma került megvásárlásra, és ezeket osztjuk ki, így karácsony előtt. Megyei szinten 25 rászoruló család került kiválasztásra, ebből 3 a Mezőtúri járásból. Minden évben megszervezik az adománygyűjtést? Igen, ennek alapvetően az a célja, hogy tekintettel arra, hogy minden járásban élnek sajnos rászoruló családok, akik bizonyos tekintetben néha ügyfeleink is, őnekik tudjunk megfelelő segítséget adni karácsony előtt egy kicsit a meghittebb ünnepléshez. Kormányhivatali dolgozók mivel járultak hozzá az adománygyűjtéshez? Ők maguk is adtak össze adományt, illetve pénzeket, illetve volt egy kiállítás a megyeházán, amely arról szólt, hogy a kormányhivatal dolgozói között is vannak olyanok, akik bizonyos kézműves tevékenységben, festészet vagy kötészet, goblány készítésben jók, és ezeket a tudásukat, ezeket bemutatták a megyeházán, és ennek kapcsán ott helyszínen volt lehetőség arra, hogy a kollégák, kolléganők főleg elkészítsenek egy-egy karácsonyi adventi koszorút, és ezeket az adventi koszorúkat is átadjuk ezekkel a csomagokkal, tehát azok az adventi koszorúk, amit a rászoruló családok megkapnak, azok a kormányhivatali dolgozók által elkészített, saját kézzel elkészített koszorúk lesznek.